miközben önök kint mindent megígérnek, csak hogy hozzájussanak azokhoz az uniós forrásokhoz, amiket pont az önök kormányának korrupt működése miatt nem kaptak meg a magyar emberek, aközben lábbal tapossák a tanárok és a diákok legalapvetőbb jogait, könyvgázzal fújják le, és a rendőreikkel veretik meg őket, és még egyeztetni sem hajlandóak a szakma képviselőivel. Miközben tovább korlátozzák a tanszabadságot, tovább csökkentik az intézmények és a tanárok autonómiáját, tovább növelik a pedagógus terheket, azt hazudják, hogy soha ilyen jó még nem volt Magyarországon tanárnak lenni, és hogy a tanárok jogfosztása, a közalkalmazotti státusz elvétele az ő érdekükben történik. Ez a bosszú törvény az azt kidolgozók kopottas és avit eszméivel egyetemben pár év múlva a történelem szemétdombjára fog kerülni, és csak remélhetjük, hogy még a jelenlegi kabinet sem tud akkora rombolást végrehajtani a magyar közoktatásban, amit a Dobrev Klára vezetésével felálló szociáldemokrata kormány felelősségteljes baloldali politikával nem tud majd orvosolni.